levélszimbólum a megújulást jelenti, a kör pedig a tökéletességet, dinamizmust és a védettséget. A kör, vagyis hogy a levélnek a 15-15 fokos elfordításával jött létre a három megye határán, ez egybe lett tolva, és akkor ez kiadott egy középső, egy közbülső formát, és abból alakítottam ki a családmotívumot, majd ezt a két elemet összetoltam. És ami még nagyon lényeges, hogy minden az aranymetszés szabályai szerint van fölállítva, tehát egy tökéletes harmóniát képez. Weich Éva a Dombóvár új arculatának tervezője mutatja, hogyan jött létre a virágszimbólum, ami egy körből és egy levélből áll össze. A kör a családot, a levél a megújulást, a megjelenő hármas tagozódás pedig a hagyományt jelképezi. Az új arculat és logó elkészítését több órás interjú előzte meg. És ahogy beszélgettünk, egyre többször felmerült az, ez a hármas tagozódás egy csomó dologban. Például ugye abban is, hogy három megye határán, de a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Ugye például ilyenek, hogy a hagyomány, a család és a megújulás, ami aztán végül is a fő mondandó lett, az arculat fő mondandója lett. A hagyományt ugye eleve a hármas tagozódás jelenti, mert ugye az eleve a keresztény kultúrában, de népmesei elemek között is a hármas tagozódás, ez egy nagyon fontos tagozódás, illetve a megújulást jelenti a levél, mert ugye az évenként megújul, és a család szimbólumot alakítottam ki a levelekből és a körből, mint tökéletes formából. A kör ugye azért is lényeges, mert nem csak tökéletes forma, hanem dinamizmust, összetartozást és tökéletességet is fejez ki. Az arculat színei sem véletlenek, tudtuk meg Weich Évától. A kéknek a jelentősége a határtalanság, a szabadság, a tisztaság, de azon túl is ugye az egyiptomiak kezdték el használni, mint drága kő a lápiszlázuliból, a malahitból, az azuritból, tehát csak azok tudták használni, miután ezek drága kövek, akiknek volt erre pénze. Tehát ez mindig ez a szín a különlegességet is jelentette. Az arany pedig hát nyilvánvalóan egyfajta magasabb értékrendet képvisel, de mindazon túl Dombóvár egy vasutas város, szinte egyetlen egy olyan család sincsen, akinek vagy a felmenőiben, vagy a most jelenlévő családjában ne lenne egy vasutas. És a vasutas szín ugye az a kék arany volt. Most ez nem teljesen ugyanaz a kék meg az arany, nyilván egy kicsit a mai trendeknek megfelelően át lett írva. Takács Istvánné helytörténész elmondta Dombóvár új logójának üzenetértékét. A jelentéstartalom sokkal általánosabb annál, mint a címer esetében, ahogyan láthattuk. Valahogy mindig van benne egy kis rejtett titok, hogy ez a V betű, ez a levélforma, ez vajon mire asszociálhat. Tulajdonképpen te találd meg, hogy ez milyen tartalmat és milyen értéket fejez ki, és milyen hozzá kapcsolódó érzelmeket jelent számodra. A Molinón a város jelentős helyszínei láthatóak, közülük is kiemelkedik a Szigeterdőben található vártorony. Az a kis lakótorony, ami ott az első képen látható, ez az Árpád-kori lakótoronynak a rekonstruált megoldása, amelyet nemrégen e században készítettünk. Kerényi Zsolt alpolgármester azt mondja, a városvezetés szándéka az volt, hogy a dombóváriak és a külvilág felé is eljusson az üzenet, érdemes Dombóváron letelepedni. Nagyon fontos kérdés itt, hogy hogyan jelenik meg az önkormányzat az emberek előtt. Ugye úgy hívják ezt hivatalosan, hogy arculati elemek. És hát nem sokkal a választások után fogalmazódott meg, hogy ebben is egy váltást kéne tennünk, és ezzel is szimbolizálni a változásokat. Mondom még egyszer, hogy mindennek van jelentése. Én nagyon szeretem és megszerettem ezt a szlogent is, hogy meglátni és itt maradni. Ugye ez is egy kicsit hallja az a meglátni és megszeretnire, de mégsem egészen ugyanaz. És hát ebben bízunk, hogy ez az arculati elem is hozzájárul ahhoz, hogy ez a szlogen ez megvalósuljon minél teljesebben. Az alkotók és a város vezetése reméli, hogy az üzenet, amit az új arculattal szeretnének közvetíteni, célba talál.